same scarf. Meg van a kezdő 11, Henderson a kapuban, végül is javas, mert mikor, hanem most. Dalo és Luke Shaw két szélső hátvéd, Maguire és Varane középhátvédek. A középpálya 3-as az McTominay helyett, nem Fred, hanem Pogba és Bruno, úgyhogy valószínűleg papíron mindenképp a legjobb 3-as. Két szélen Rashford és Sancho, Sanchonak nagyon örülök, illetve Ronaldo elől, ami várható volt, hát gyakorlatilag jobb ilyen, meg egyáltalán szó szerint nincs más csatárposztra. Ha csak nem próbálkozna Ragnik Rashforddal, de szerencsére nem tette, úgyhogy cserék között pedig megint ugye két kapus, de ott van Hannibal is, remélhetőleg majd fog lehetőséget kapni. Fred is ott van a cserék közt, meg Matic Mata, ugye, meg Jones, meg talán Van Bissaka is. Nem számítok egy könnyű meccsre, mert hülye lennék könnyű meccsre számítani. Azért azt mondom, hogy egy 2-1 vagy 3-1. Hát 3-1. Szerintem biztos vagyok benne, hogy gólt kapunk, meglátjuk. Hangulat meg remélhetőleg jó lesz. Hát a vendégeken biztos nem fog múlni, mert 900-re jöttek nagyjából, úgyhogy hajrá! Thank you.
Manchester will forever be in our hearts. Thank you.
Hát sikerült hazaipályán kiesni a Middlesbrough ellen. Igazából már hosszabbítás előtt 90. perc környékén már erre számítottam, hogy ebből kurvára kiesés lesz. Utolsó 30 percben meg szerintem rendesen a 11-esekre játszottunk, ami kurvára bejött ugye az Európa Liga döntőben is, úgyhogy ismét csak gratulálni tudok ehhez. Nem is vagyok ideges, mert inkább most már ez csak... Nem is tudom, én már belefáradtam ebbe az egészbe, őszintén szólva. Egyetlen pozitívom, hogy nem kell több pénzt idén költeni az FA kupára. És hát akkor így eldőlt, hogy nem nyerünk ebben a szezonban se lófas se. Úgyhogy ez minimum 6 évre fog most már nyúlni. Ugye a legutóbb 17-ben nyertünk valamit, legközelebb esetleg 23-ban fog sikerülni. Mert a Bajnokok Ligája az nyilván kurvára felejtős, úgyhogy... Hát fantasztikus. Na mindegy.